Minden évben jelentős törekvést tesz Bonyhád városa az utak és járdák állapotának karbantartására, illetve javítására. Ezen területek fejlesztése már a tavaszi időszakban megkezdődött, amire idén nagyobb összeget fordított a település. 2023-as évi költségvetésben 50 millió forintos keretet biztosított az önkormányzat a Bonyhád város területén lévő járdák, árkok és parkok felújítására. Ezt a döntést későbbiekben még 35 millió forinttal kibővítettük, ezért idén mindösszesen 85 millió forint állt rendelkezésre arra, hogy ezeknek a járdáknak a felújítását, újabb parkolók építését, illetve a meglévőknek a felújítását elvégezhessük. Soha nem állt még ekkora összeg rendelkezésre ilyen célra. Nagyon örülök annak, hogy erre lehetősége volt az önkormányzatnak, hogy saját forrásból mindezt megvalósíthatta. És itt a mai derbis felavatón pedig csak jelképesen a legutolsó az idei évben elkészült felújítások egyikénél tartottunk egy jelképes szalagvágást. Az önkormányzat a 2023-as költségvetésben 50 millió forintnak megfelelő összeget különített el a járdák, árkok és parkolók megújítására. Ezt a döntést a későbbiekben további 35 millió kibővítésével toldották meg, így összesen eddig még soha nem látott 85 millió forintot saját forrását rendelkezésre a város burkolatainak javítására. Ahol most állunk, ez itt az óvoda és az iskola között átvezető, most már aszfaltburkolatú út, itt egy korábban egy betonburkolatú, eléggé leromlott állapotú járda volt. Ennek a megújításával lezárult egy 11 projektelemből álló burkolatfelújítási munkasorozat. Ez a 11 helyszín a központi járdákat, a Szabadságtér, Széchenyi utca, Gyár utca. Elkészült egy parkoló a Bezerédi utcában, a Mónus Illés utcában valósult meg új stabilizált patka építése, az Európa Pékség előtt két ütemben bővítettünk parkolót, összesen nagyjából egy ilyen 1000 négyzetméteren újult meg térkőburkolat, nagyjából 800 négyzetméteren készült új aszfaltburkolatú járda, és a központban mintegy 1500 négyzetméterben új térkőburkolattal megújult a teljes városközpont. A Ficánka óvoda előtt fái, járdaavató derbi néven kismotoros versenyt rendeztek, ahol a lelkes gyereksereg mérte össze gyorsaságát, és együtt szakították át a jelképes célvonalat. A futam végén mindenki díjban részesült, így igazán emlékezetessé téve a járdaszakasz megnyitóját. Hát rendkívül fontos számunkra, hogy ez a járda szakasz elkészülhetett, mert sokan jönnek a gyerekek kismotorokkal, biciklikkel. Nagyon fontos számunkra az egészséges életmód. Támogatjuk őket abban, hogy minél több mozgást végezzenek, és ehhez természetesen hozzájárul a közlekedés. És hogy most ez a gyönyörű szép járda elkészült, ennek nagyon-nagyon örülünk. Szoktunk sportrendezvényeket is rendezni itt az óvodában, így van, amikor például autómentes világnap van, akkor a kis motorokkal, megjött egy kisgyermek, megyünk motorokkal körbe, úgyhogy ez így nagyon jól hozzájárul ahhoz, hogy balesetmentesen ezeket véghez tudjuk hajtani. Sokat kirándulunk, úgyhogy ez a járda szakasz, nagyon sokat használjuk, és a gyerekek most is látható volt, hogy milyen sokan itt maradtak, örömmel készültek, a szülők is nagyon örültek ennek a lehetőségnek, hogy itt lehetnek a kis gyerekekkel, biciklizhetnek együtt.